Sziasztok! Egy olyan kérdést vettem ma elő, ami a tanfolyamokon minden egyes alkalommal több órás kivesézés alá kerül, de persze most lesz 2-3 percünk csak rá. Az, hogy hogyan lehet megmozdítani egy férfit. Hogyan lehet megmozdítani egy férfit, hogy valami olyan dolog történjen, ami neked is tetszik, ami neked is jó. Azt kell értened, hogy igen, mi alapvetően egy erőalapú rendszerben létezünk, és az erő az lusta. Mi lusták vagyunk. És az erőnek van egy olyan tulajdonsága, hogyha valamiféle felé irányuló erő éri, akkor abban a pillanatban bekapcsol egy ellenállás. És ez az erő nem szereti azt, hogyha ha őt valami erőből próbálja megnyomni, megtolni. Egy ilyen példát szoktam hozni a lányoknak, hogy képzeld el, hogy a férfi egy olyan vasgolyó egy asztalon, amihez, hogyha hozzáérsz, ha megnyomod, ha megtolod, akkor kiugrik belőle 100 tüske, és megszúr. És egyébként utána nem is fog gurulni. Nem fogod tudni megmozgatni. Hogyan lehetne ezt a golyót mégis rávenni arra, hogy megmozduljon? Egyetlen egy módon. Azt, hogy elkezded vonzani. De ezt felejtsd el, ezt a bevonzós verziót, amikor... Ezt hagyjuk is, erről nem, ez bonyolult, ez a kedvenc témám, de ezt hagyjuk. Szóval, amikor tényleg női módon elkezded megmozdítani, elkezded vonzani, ezt csak úgy tudod elérni, hogy magadat próbálod meg tényleg szépé, érdekessé, különlegessé tenni. És ő egyszerűen, mint az iránytű, be fog állni feléd, és el fog indulni magától. Mint hogyha oda tennél egy mágnest így finoman ez elé a vasgolyó elé, és elkezdenéd vele húzni. És ő egyszer csak gurul feléd. Bármilyen erő, amit felé az erő felé küldesz, az egy ellenerőt fog létrehozni. És semmi más nem fog történni, mint mikor megtolod ezt a vasgolyót. Tőled távolodni fog. Egy férfit nem tudsz erőből erre a dologra rávenni. Vagy ha rá tudsz venni, akkor igazából nem lesz férfi. Ha szeretnéd, hogy megmozduljon, akkor neked őt vonzani kell. És amikor megmozdul, akkor meg tudod mérni, hogy mennyi idő alatt mozdult meg, hogy mennyi munkát kellett beletenni abba, hogy ő megmozduljon. Megéri-e ezt a férfit egyáltalán mozgatni? Lehet, hogy rengeteg sok munka kell hozzá, és nem éri meg. El tudod dönteni ilyenkor, hogy kell-e neked, vagy nem. Megveszed-e őt, vagy nem. Ha ehhez kell neked segítség, akkor nagyon sokat szoktunk beszélgetni erről a hogyan szelídítsünk férfit tanfolyamokon, meg a női kommunikáción. És ez az, amitől így nagyon jó érzéssel, magadban nagyon jó érzéssel fogsz tudni mozgatni férfiakat. De erőből nem fog menni. Úgyhogy legyen szép a napod, remélem, hogy ért ez a pár mondat valamit. Ha tetszett, akkor egy lájkot légy szíves, nyomj a végére. És hogyha még írnál alá egy smiley-t nekem, akkor megköszönném, mert egy picit így jobban szétviszi a Facebook mindenfelé, és másokhoz is eljut. Legyen szép a napod, szorítok neked.